Oroszország. 1910. Potsdam. No, menj, de ne maradj sokáig. Manuela. Manuela! Ne felejts el, mama. Örökké a te Manuelát. Főszerepben Lili Palmer, Mór Marianna és Romy Schneider, Zentai Lilla. Lányok egyenruhában. Krista Winslow Neresztán lovak című színdarabja alapján a forgatókönyvet Adam és Franz Höllering írta. Magyar hangok. Győri Ilona, Németi Mari, Málnai Zsuzsa, Kis Erika, Román Judit, Tallós Rita, Csere Ági, Cigány Judit, Andrész Kati, Magda Gabi, Zsolnai Juli, Sír Kati, Gyimesi Pálma, Sándor Iza. Magyar szöveg Bánki Stella. Hangmérnök Takács György. Rendezőasszisztens Szőnyi István. Vágó Virág Éva. Gyártásvezető Dudás Vica. Szinkronrendező Zákányi Balázs. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannonia Filmstúdióban készült. Zene Péter Zandloff. Fényképezte Werner Krien. A film cselekményének szereplői költött személyek. A történetnek élő vagy holt személyek sorsával való azonossága puszta véletlen. Rendezte Radványi Géza. Kanyarodj! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
Isten hozta önöket. Von Rackett kisasszony vagyok. A főnök asszony általam üzeni, hogy végtelenül sajnálja, de pillanatnyilag rosszul érzi magát. Nagyon sajnálom. Boldogan fogadta volna a kegyelmes asszonyt. Kéri, szíveskedjék neki megbocsájtani. Kérem, kérem. Mondja meg a főnök asszonynak, én is sajnálom. Rendkívüli módon sajnálom. Manuela, fordulj ide. Mutasd meg magad. Rettenetesen félénk és egészen szokatlanul érzékeny. Nevelése bizonyos kívánivalókat hagy maga után. Sógornőm elég hosszasan szenvedett és túl elnéző volt. Lesz rá lehetősége, hogy megjavuljon. Tessék! Gyere, gyere ide, gyermekem! Menhardis, ez Marga von Rakova nevelőanyád. Bevezet az intézetbe, és te engedelmességgel tartozol neki. Most búcsúzz el nagynénéttől. Tartj nyitva a szemed, lányom, és ne hozz szégyent apádra. Légy szorgalmas és szófogadó, hogy ne vesszen kárba a nevelésedért hozott áldozat. Megígéred nekem? Igen, néném. Akkor csókolj meg. Rakov, Menhardisszal előbb a varodába menj az egyenruha miatt. Igen, forrák egy kisasszony. Szabad még egy percre a kislányt feltartanom? Természetesen. Menj csak. Azt hiszem... Figyelek. Manuellának a legfontosabb, hogy rendet és fegyelmet tanulja. De ehhez kemény kézre van szükség. Ezt a lépcsőt nem használhatjuk. Csak a főnök asszony meg a látogatók. Erre. Szépen énekelt. Igen, szépen. De fecsegésre nincs időnk. Tizenegy, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tessék, a kötényeket megszámoltátok? Igen, itt a lista. Jó, menjetek a dolgotokra. Az új növendék, Manuela von Menhardis. Vethőz le. Én Ilse von Westhagen vagyok. Én Edelgard von Kleist, ő pedig Alexander von Treskow. Örvendek. Tudod, melyik hálóterembe kerülsz? Von Berburg kisasszonyhoz. Vigyázz, nehogy beleszeres, mert Alexander kikaparja a szemed. Azért mondja, mert von Bernburg kisasszony kedves hozzá. Mindannyiunkhoz kedves. Ne fecsegjetek annyit, menjetek az osztályotokba. Aztán jelentkezz, négyes hálóterem, harmadik emelet. Na, gyerünk, mire vársz? Kicsit furcsa az egyik lány. Párizsból jött. Az apja német, de egy francia nőt vett feleségül. Persze a gyerek egyiknek sem kellett. Na, ezt te még nem érted. Add ide a holmidat. Hogy? Ez nem maradhat nálam? Nem. Szekrénybe tesszük, amíg hazamehetsz. Itt ezt viseled. Oh. Te, a copfodat egészen szorosra font, különben a főnök asszonya kerül szembe. Oh. De hát ez viselt ruha. Miért? Mit hittél? Itt mindenki újat kap? Mi lenne akkor a nagy spórolással? Ha egy elmegy, örökbe adja a ruhát a következőnek. Ez így megy, nem másképp. Ez mit jelent? Mit jelenthet ez? Szív és E.V.B. Elizabeth von Bernburg. A kisasszony, aki utoljára hordta az egyenruhát. Az is von Bernburg kisasszonyért lelkesedett.
Te vagy a kis Menyhárdis? Hadd nézzelek. Fordulj. A hajadat font szorosabbra. Itt. Ezt mind vedd bele. Az osztályfőnök nőt von Bernburg vagyok. Elvárom, hogy az intézeti életet szabályozó parancsokat és tilalmakat tiszteletben tartsd. Megértetted? Igen, von Bernburg kisasszony. Jó. Menj a társaidhoz. Van pénzed? Egy kevés. Mennyi? 5 márka 40. Add ide. Miért? Miért nem tarthatom meg a pénzemet? Mert nem szabad. 1 márkát kapsz belőle kimenőre. Feltéve, hogy nem vonják meg. Ez micsoda? Praliné. Édességet el kell kobozni. Add vissza a pralinéját! Neked ehhez semmi közöd. Én vagyok a nevelője, ő az én újoncom. De! És ez mi? Ez a napló. Add ide! Mindent le kell adni. Ez senkinek semmi köze. Ezt nem adom le. Hagyd meg neki a naplóját. Szabály a szabály. Ha nem adod ide a naplódat, jelentenem kell. Akkor se adom. Jelentem von Bernburg kisasszonynak. Segíthetek valamit? Nem tudom. Rokon szembes vagy nekem. Köszönöm. Te is nekem. Manuela, mutatok valamit. Ezek megengedett gépek. De most figyelj. Na, ez hogy tetszik? Megvan benne az a bizonyos... Hogy mondják, lányok? Az a bizonyos valami. Ebben biztos van. Én a színésznőket sokkal érdekesebbnek találom, mint a színészeket. Mert buta, és korához képest fejletlen. Még sosem látott férfit. A színésznőkért rajong. Ki a fejletlen? Tájört! Na, gyere, ha van bátorságod! Ki fejletlen? Halljuk! Ki? Jó napot, lányok! Jó napot, drágák és asszony! Húzd ki magad, Menhardis! Mutasd a szekrényed! Mm-hmm. Jó. Tarts mindig rendet! Igen, von Rackett kisasszony. Ebbe a füzetbe vezetek be minden dicséretet és feddést. Ha 5 héten belül 10-nél több feddést kapsz, megvonjuk a kimenődet. Így hát jól vigyázz! Remélem, új társnőtöknek jó példát mutatva megszépítitek az életét. Igen, drágás asszony! Nem hittem, hogy ez ilyen rossz lesz. Meg lehet szokni. De az én mamám sohasem volt szigorú. Az enyém sem. És a papád? Alig ismerem. Gyere, kezdődik az illemtanóra. 1, 2, 3. Mosoly. Értitek? Jó. A pukkedlinek mindenek előtt elegánsnak kell lennie. Nem lehet merev, sem reszketeg. Bájos legyen. Most mindannyian. 1,
kettő, három. Jó. És te? Az új lány vagy. Igen. Manuela von Menhardis vagyok. Manuela? Szép neved van. Beszélsz franciául? Egy kicsit. Aha. Azért vagyok, hogy megtanulj. Felállni. Lépj ki. Alexandra, tessék. Egy, kettő, három. Nagyon jó. Tessék. Kettő, három. Mosolyogni, mindig mosolyogni. Nagyon jó. Nagyon kecses vagy, kislányom. És kedves. Most mindnyájan együtt. Egy, kettő, három. Én nagyon éhes vagyok. Mosolyogni. Én is. Legjobban a nőt szeretem. Spékelve. Áfonyával. Legyetek mindig. Maradj csendben, mert mindjárt bőgni kezdtek. Te miért kaparod le a vajat? Ez mind a rend és a fegyelem miatt van. Rettenetes. Egy fél kiló vaj 88 szájnak. Ha olyan buták, hogy még szólni sem merészelnek. A főnök asszony teljesen lemondott a vajról. Mert az orvosa megtiltotta. De ez még nem ok arra, hogy a gyerekektől megvonjuk. Most már látom, hogy te se sokat értesz a rendhez és a fegyelemhez. Új növendékünk, főnök asszony, Manuela von Menhardis. Aha. Vigyázz! Igazodj! Jobbra, át! Indulás! Egy, kettő, 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 állj! Jobbra! Elénekeljük a kezem fogjat, kérlek, kezdetű ének első versszakát. Egy, kettő, három. Pedig néhány megjegyzést kell tennem. Természetesen a fülembe jutott, hogy közületek jó néhányan egy sor tilalmat megszegtek, egy sor parancsnak nem engedelmeskedtek. Tudomásomra jutott, hogy néhányan át nem nézett leveleket adtak postára. Ezek igaztalan panaszokat tartalmaztak intézetünkről. Alkalmazottaim meg vannak bízva, hogy a hasonló mulasztásokat jelentsék, és von Rackert kisasszony itt fogja a megfelelő büntetéseket rájuk kiszabni. Legyen e figyelmeztetés elég! És aztán meghal. Csendesen, mintha csak elaludt volna. Az én mamám még él. De soha többé nem láthatom. Tökéletes német lánnyá kell lennem. Még a nevem se volt szabad megtartanom. Ivetnek hívnak. Az is nagyon szép név. Ivetnek foglak szólítani. De csak titokban. Én nem adom intézetbe a lányomat. Dehogy nem adod. A mi anyáik is itt voltak, és elfelejtették, milyen volt. Nem lehet tudni, mit teszünk majd felnőtt korunkban. De a szüleink mások volnának, nem kellene itt lennünk.
Miért ácsorogtok? Gyerünk most, Dani. Ti mit csináltok itt? A családunkról beszélgettünk. Nem most van annak az ideje, menj már. Meinhardis, maradj egy pillanatra. Nem voltál hajlandó leadni a naplódat? Már vannak titkaid? Ahhoz senkinek semmi köze. Otthon sem. Otthon sem olvast el senki. Tulajdonképpen nem volna szabad kivételezni. De legyen. Tartsd meg a naplódat. Menj most, Dani! Köszönöm. Tisztelt hölgye! Természetesen a fülembe jutott, hogy egy sor tilalmat megszegtetek. Egy sor parancsnak nem engedelmeskedtetek. Felszólítlak benneteket, nyissátok meg szíveteket, hallassátok hangotokat, és valljátok be töredelmesen bűneiteket. Tanerőim és cselédeim meg vannak bízva, hogy a legkisebb hibát is jelentsék. Hagen! Hagyjál engem is szóhoz jutni. Csak alaposan volt Zogen. Igen, von Bernburg, kisasszony. Egyszer erre is sor kerülhetne. Igen, von Bernburg, kisasszony. Erre is? Igen, von Bernburg, kisasszony. Westhagen? Igen, von Bernburg, kisasszony. Mire vársz? Fürödj meg! Figyelj a holmidra. Igen, von Bernburg. Neked kell felmosnod. Igen, von Bernburg. Gyerünk, gyerünk, ne piszmogjatok. Az utolsó leújtja a villany. 10 perc múlva visszajövök, jó éjszakát kívánni. Igen, von Bernburg, kisasszony. Ma megint nagyon aranyos. Igen, kedves Rákettom. Ma némileg jobban érzi magát a főnök asszony. Némileg. Igen. Némileg. Van még valami újság? Von Ehrenhardt báronő őnagysága őszintén sajnálta. Igen, 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 köszönöm, köszönöm. Meglátszik az unokahúgon, hogy jó családból származik. Pontosan, pontosan. De tartok tőle, hogy még nehezen nevelhető. Elkényeztetett és dacos. Jaj, főnök asszony, rosszul érzi magát. A szívem nem paríroz, de muszáj neki. A legjobb mindjárt rövid pórázra fogni őket. Nekem is ez a nézetem. De attól félek, hogy talán hiba volt Meinhardist éppen von Bernburg kisasszony osztályába tenni. Miért? Csak úgy érzem. Ne hagyjuk magunkat az érzéseinktől vezetni. Még valami? Igen, az elszámolás. Túl sokat költünk. Igen, főnök asszony, de nem tudom még, mind spórolhatnánk. A lányok már éhségre panaszkodnak. Éhség? Mi az, hogy éhség? Mi németek naggyá éheztük magunkat. Ezeknek a lányoknak egy napon katona anyákká kell válniok. Tőlünk kell megtanulniok, kedves Rakettom, a rendet, a fegyelmet, a keménységet. Semmi fényűzés, semmi érzelgősség. A szegénység nem szégyen, a szegénység nem esít. Dőzsöljön, aki buta. Majd megbánja. Készen vagytok? Igen, igen, von Bernburg, kisasszony. Jó éjszakát, Rakov. Jó éjszakát, von Bernburg, kisasszony. Jó éjszakát, Wartenburg. Jó éjszakát, von Bernburg, kisasszony. Jó éjszakát, Dippe. Jó éjszakát, von Bernburg, kisasszony. Te már nagyon álmos vagy. Jó éjszakát, von Bernburg, kisasszony. Jó éjszakát, Hohenstein. Jó éjszakát, von Bernburg, kisasszony. Jó éjszakát, Volzogen. Jó éjszakát, von Bernburg, kisasszony. Így megy minden este. De fel kell állnod. Jó éjszakát, von Bernburg, kisasszony. Ha kis ügyes. Jó éjszakát. Most én következem. Jó éjszakát. Westhagen. Jó éjszakát, von Bernburg, kisasszony. Igen. Meinhardis. Mindez még idegen neked. De el kell határoznod, hogy itt jól fogod magad érezni. Minden este elalvás előtt azt mondod magadnak, itt nagyon boldog leszek.
Ez segít. Megígéred? Igen. Kleist, sok örömet szerzel nekem. Jó éjszakát, von Bergburg kisasszony. Aludj jól, Kerzenbach. Jó éjszakát, von Bergburg kisasszony. Jó éjszakát, Eckhardt. Jó éjszakát, von Bergburg kisasszony. Jó éjszakát, Merkling. Jó éjszakát, von Bergburg kisasszony. Jó éjszakát, Reschko. Jó éjszakát, von Bergburg kisasszony. Levelet írtam neked. Jaj, add ide. Drága édes Mia, hadd legyek többet veled, hadd üljek az asztalnál melléd. Szeretettel, Józi. Mit csináltok? Add csak ide. Mennyi ideig várjak még? Tűzbe vele. Nem akarok tudni a butaságaitokról. Köszönjük. Nos, lányok, minden rendben? Igen, igen, von Bergburg kisasszony. Ez is kedves volt tőle. Igen. Olyan felnőtt szeretnék lenni, mint ő. Olyan szép. Nem. Olyan kedves tanárnő. Tanárnő? Én férjhez megyek, az biztos. Tanárnő csak az lesz, aki nem kap férjet. Mit gondolsz, ő vajon von Bentburg kisasszony miért nem ment férjhez? Ki tudja. Oda néz, tudod mi az? Egy pavilon. De nem akármilyen. Az ajtaja mindig zárva. Belépni szigorúan tilos. De miért? Hát bizony titok. De én egy könyvben utána néztem. A pavilon egy boldogtalan házasságban élő választófejedelem szerelmi fészke volt. Itt találkozott mindig a szerelmesével. Ilyesmi Párizsban is. De nem ilyen. Nézd csak, mi van itt. Miféle kép az ott? Olvasd el, alul oda van írva. Vénusz születés. Nekem nem tetszik. Miért nem? Mert olyan mesztelen. Hát persze, éppen, hogy megszületett. Vénusz a szerelem istennője. Engem ez nem érdekel. Akkor is tudnod kell. Ez történelmi igazság. Ha egyszer ön lesz a főnökasszony, please, vegyen egy új harangot. Ez bántja az angol fülemet. Engem a harang már legkevésbé. Leülni. Ma szeretnék lehetőséget adni nektek, hogy osztályzatot javítsatok. Közületek egyesek nagyon rosszul állnak. Tehát nem megyünk tovább, hanem ismétlünk. Treskov, mikor született Schiller? 1759. november 10-én. Meinhardis? Mikor halt meg? Rakov? Milyen irodalmi áramlathoz tartozott a fiatal Schiller? A Sturm und Drang-hoz tartozott. Kleist! Hogy kezdődik a Telben Attinghausen nagy monológia? Bont szorosabbra a természetes köteléket. Drága szülőhazád mellé állj, azt szorítsd egész szíveddel. Jó. Melyik német költő állt emberileg és művészileg a legközelebb Schillerhez? Meinhardis? Egy utolsó kérdés, Meinhardis. Mielőtt újabb rossz éjjet kapsz.
Nevezd meg egy Schilleri női alakot. Volkswagen? Stuart Mária, az Orleani Szűz, Lady Milford és az Ármányos szerelem Luizája. Kérem, ne feledjék el, hogy a lányok asszonyok lesznek, és férjeiket kell, hogy boldoggá tegyék. A fegyelem a legfontosabb, tisztelt hölgyek. Az engedelmes feleségek jó feleségek. Mi Angliában a gyerekektől egyenességet, bajtársiasságot várunk el, fiúktól, lányoktól egyaránt. Angliában meg lehet. Von Bernburg kisasszony. Feltűnt nekem, hogy meglepően kevés intőt ad a gyerekeknek. Anélkül is szót fogadnak és tanulnak. Menhardis is? Nem, ő rosszul tanul. De majd megváltozik. Új nálunk, és még nagyon szenved az édesanyja halála miatt. Külön fáradtságot kíván. Eddig sajnos semmi eredményt nem értem el. Tudja, hogy nem tűrjük a kivételezést. Nem kivételezésre gondolok. Menhardis ugyanúgy, mint a többi gyermek ebben a korban, és különösen az, aki hirtelen egyedül marad, valami támaszra vár. Egy jó szóra. Egy kézre. Kézre? Miféle kézre? Valamilyen kézre. A leendő katona anyáknak meg kell tanulniuk a sorscsapásokat nyafogás nélkül elviselni. Közülünk mindenkinek van valamilyen egyéni sorsa, de mire vezetne, ha most egyszerre erre appellálnánk? Honoriáról! Legyünk inkább feljebb valók, tisztelt hölgyek, mint együttérző barátnők. Egyik nem zárja ki a másikat. A feljebb való a barátnő. Én semmit sem tartok a gyermeknek az egyéniségéhez való jogáról. Ezek az újmódi elméletek nem fognak bebocsátást nyerni ebbe a házba. Addig nem, amíg én itt vagyok. Ennek az intézetnek a kapui nem véletlenül vannak vasverettel ellátva. Ez itt egy fellegvár. Köszönöm, hölgyeim, végeztem. Kár, hogy von Bernburg is asszony ilyen nézeteket volt. Igen. Attól tartok, egy napon kénytelenek leszünk megválni tőle. Kár. Igazán kár. Menj, Hardis. Mit akarsz? No. Azért jöttél, hogy mondj valamit. Schiller 1805. május 19-én halt meg. A Haramiák a Sturm und Drang korszakbeli főműve. Goethe állt hozzá emberileg és művészileg a legközelebb. És az Orleani Szűz meg Stuart Mária két legnagyobb női alakja. Ezt mind tudom. Meg is tanultam mindent. De amikor az osztályban mindig olyan hidegen néz rám, akkor mindennek vége. Gyere. Gyere ide. Ülj le. Elég különös gyerek vagy. Most miért sírsz? Nem tudom. Van valami oka, amit nem tudsz megmondani? Mindent meg akarok mondani. Itt a napló. Önnek odaadom. Mindent meg. Szép dolog a kölcsönös bizalom. Tessék, töröld le a könnyeidet. Jó. És most meséld el nekem, mi van veled? A hálóteremben. Amikor jó éjszakát kíván, és aztán kimegy.
Sokáig nézni akarom. Szeretnék felkelni és önhöz menni. De tudom, hogy nem tehetem meg. Ön mindig olyan. Mindig olyan messzire megy. Tudod jól, hogy semmiféle kivételt nem tehetek. Valamennyien a gyerekeim vagytok. Nem csak hozzád tartozom, hanem mindenkihez. Mit is szólnának a többiek? Ezt megértheted? Szeretlek titeket. És ha legközelebb az osztályban nem tudsz felelni, erre gondolj. De azt hiszem, ez többé nem fordul elő. Ennek legfőbb ideje. Nézd csak ide. Menhardis. Minusz, 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 minusz. Ezután másképp lesz. Ha javítasz az osztályzataidon, akkor részt vehetsz a színházi előadáson is. Igazán? Igen. Tessék! Ó, bocsánat, von Bernburg kisasszony. Azt hittem, most talán tud időt szakítani arra, hogy a főnökasszony születésnapi ünnepségét megbeszéljük. Természetesen foglaljon helyet. Tehát, Menhardis, két heted van rá, hogy az osztályzataidon javíts. Igen, von Bernburg kisasszony. Nagyon furcsa kislány. Furcsa, mint minden ember. Tehát, hogy áll a születésnapi program? Ja, igen, a születésnapi program. Igen. Arra gondoltam, hogy eljátszhatnának a lányok valami klasszikus darabot. Példának okáért a Rómeó és Júliát. Engedd, hogy ajkam ujjaim kövesse, imámra hajts, nehogy kétségbe. Nem, 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 kicsim. Szavalni kell. Előadni. Figyelj ide. Engedd, hogy ajkam ujjaim kövesse, imámra hajts, nehogy kétségbe essem. Csak így van értelme. Tessék. Engedd, hogy ajkam ujjaim kövesse, imámra hajts, nehogy... Nem, nem, nem! Nem jó! Kleist! Tessék. Ha jámboruljak, szent kezéhez érnek, hívek borulnak össze tiszta csókra. Nem mozdulj hát, míg hálát mond ez ajk, szent ajkattól megtisztul, vétkes ajkam. Nem, nem, nem! A csókot a levegő adja tovább. Hogy csókoljak a levegőbe? Ahogy mutattam. Nem tudok. Tehetségtelen vagy. Ha nem tudsz alkalmazkodni, majd lesz más, aki eljátsza a szerepedet. Ó, rettenetes. Mintha nem volna elég lány, aki boldogan vállalná Rómeót. Szünet! Következő próba hétfőn. Addig mindenki tanulja meg kívülről a szövegét. Herzog! Megnézem a jelmezeket. Mutasd meg mindent, amit összeszedtél. Igen, tessék csak jönni. Gyere te is, Helga. És mit akar? Odaadja a szerepet másnak. Elveszi tőle? Igen, mert nem úgy játszol, ahogy ő akarja. Mert nem hagy. Én el tudom játszani, ahogy kell. Ebben biztos vagyok. Nem tudod, Menhardis. Gyere. Von Bernburg kisasszonnyal az osztályba kellett mennie, de csak neki. És miért? Mert Ober kisasszonnyal szentelen volt. Micsoda? Manuela szentelen volt. Ne felejtsd el, hogy Rómeó nem őrmester, hanem nemes ember. Na jó, olvasom neked Júlia sorait. Próbáld újra. Ha jámboruljak, szent kezéhez érnek, hívek borulnak össze tiszta csókra. Ne mozdulj hát, míg hálát mond ez ajk, szent ajkattól megtisztul vétkes ajkam. Nem hiszek neked. Ez nem Rómeó. Rómeó fiatal és életében először szerelmes. Próbáld újra. Ha jámboruljak, szent kezéhez érnek, hívek borulnak össze tiszta csókra. Ne mozdulj hát, míg hálát mond ez ajk. Szent ajkattól, ajkattól megtisztul vétkes, vétkes. Így viselkedik egy Rómeó. Nos, Menhardis, ő azért könyörög,
A szöveg még nagyon bizonytalan. És Shakespeare-nél minden szó fontos, tehát menj a helyedre. Leülni. Mi történt? Semmi. Meddig jutottunk el, Rakov? A romantikus költőkig. Tehát, a költőiskola a legszebb németországi lírát hozta létre. Itt elsősorban Heinére, Eichendorffra, Lénaura, Mörikére gondolok. Mi a név? Mit rózsának hívunk, bárhogy nevezzük, épp oly illatos. A Rómeót nem hívják Rómeónak. Mondj szeretődnek, s újra megkeresztelsz. Nem lesz a nevem többé Rómeó. Ki vagy te, ki az éjfájtlán keresztül kilestett titkomat? Szavadnak állj! Szavadnak állj! Milyen furcsa, mit jelent tulajdonképpen? Fogalmam sincs. De jól hangzik, szép zene. Treskov? Mondd meg a többieknek, hogy délután von Rackett kisasszony helyettesít. Igen. Ne halljak panaszt rátok. Ivett, nézd, ott jön. Tanultok, lányok? Jól van, csak halkan, mert elúsznak a halak. Olyan elegáns, mint ő. Mint ki? Mint a mamám. Ó, bocsáss meg. Tudod, hol hagytuk abba? Mondj szeretődnek, s újra megkeresztelsz. Nem lesz a nevem többé Rómeó. Gyerekek, nincs a világon jobb dolog, mint egy szép, nyugodt vasárnap. Azt írja a mama, ne legyek kényelmes. A hazának vasemberekre van szüksége. Én nem akarok vasember lenni. Ezt neked adom emlékbe, hogyha akarod. Gyönyörű. Tilos nappal az ágyakon heverészni. Akkor lássalak, amikor a hátam közepét. De! Add ide! Ereszted el azonnal, add ide! Nem adom, add vissza! Megértette? Megbánom, hogy nem adj ide! Micsoda mélység? Én elszédülök, ha lenézek. Milyen mély lehet? Buták vagytok, a szabad esés törvénye alapján kiszámítható. Meséld el, hogy kell. Az esés idejéből is a nehézségi gyorsulásból kiszámítható. 9,81. Igen? Mindjárt megnézzük. Hölgyeim, figyelmet kérek. 1, 2, 3. Mit csináltok ott? A folyosókon és a lépcsőházban tilos tartózkodni. De! Drága szüleim, ez megint egy borzalmas vasárnap. A mi édes von Rackett kisasszonyunk a ház kopasztjukja, harisnás topoltat velünk, és ha lehet, még éhesebbek vagyunk, mint hétköznap. Küldjetek sürgősen élelmet éhezve szerető lányotoknak, Ilze. Tudod, ha a főnökasszony kezébe kerül a levél... Ez nem kerül a kezébe, átcsempészem, már tudom, hogy... Vigyázz! Szép vasárnapunk van, ugye? Igen, nagyon. Csak mindig frissen, fürgén, pihenten és jókedvűen. Üljetek le, a munka nem szégyen, a munka nem esít. Leülni. Szépen dolgoztok? Mutasd csak. Igen. Szép. Nagyon szép. Így kell ezt csinálni. Csak forgalmasan, mindig forgalmasan. Ó, adjutáns, ó, adjutáns, a jobb kezét eldugtatán, a hazáját két kézzel kell szolgálja. Ó, adjutáns, gyerünk a balt is adja át a hazának. Ezért a szemérmetlen, becstelen nótáért intőt kapsz. Kitől hallottad? Én apámtól hallottam, von Volkswagen altábornagytól. Ez meg micsoda? Lehet, hogy egy kis ing. Mi ez? Szerintem szúnyogháló. Te itt így járkálsz. Két kis ingem van, és ez már nagyon régi. Holnap reggel Menhardis,
Amikor a szekrényeket ellenőrzöm, az inget megstoppolva találjam. Egyetlen lyuk se legyen rajta. Én ezt holnap reggelig... Ellenvetés nélkül. Aki segít, Meinhardis, az nem kap kimenőt. Viszont látásra. Viszont látásra, Konrád kisasszony. Ezt a szadista boszorkányt meg tudnám folytani. Segítsek neked? Nem, nem. Majd egyedül megcsinálom. Jó éjszakát, százszor szép éjszakát, százszor sötét ha, százszor sötét ha. Hogy van? Ha nem ragyogsz tovább. Futunk a lányhoz, mint diák a szabadba, de úgy térünk meg, mint diák a padba. Futunk a lányhoz, mint diák a szabadba, de úgy térünk meg, mint diák a padba. Meinhardis! Te miért nem arszol? Mit varsz itt? Egy inget. Ez már nem ink, már szita. Miért varrogatod? Mert muszáj. Csak két ingem van, és ezt Rakett kisasszony reggel megnézi. Miért nem írsz a nagynénédnek, hogy küldjön neked egy inget? A nagynénédnek? Olyan, mint a hold. Mindig hideg és sápadt. Hála Isten, messze innen. Gyere velem! Johanna! Johanna, gyere ide! Hát te miért nem alszol? Ki kell csempészned egy levelet, de nehogy elkapjanak. Azt akarod, hogy a végén kirúgjanak? Na jó, ez az utolsó, eredj aludni. Köszönöm, Johanna. Azt hiszem, ez jó lesz neked. Vagy nem? És vigyem el? Igen. És ezt fel is vehetem? Mint egy inget? Ön olyan. Olyan, mint... Menj aludni, Meinhardis. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Amikor vasárnap látom, hogy elmegy, ilyen szép ruhában, akkor borzasztóan félni kezdek, hogy nem jön többé vissza hozzánk. Ugyan. Miért ne jönnek vissza hozzátok? Nem tudom. Minden este elmondom. Úgy, ahogy megígértem. Hogy nagyon, nagyon boldog vagyok itt. De ön... Nem hiszem, hogy ön is ezt mondja. De. Csak nem este elalvás előtt mondom. Hanem reggel 8 órakor mondom. Amikor bemegyek az osztályotokba. Amikor rám néztek. Én akkor mondom. Aludj jól, Manuela. Jó éjszakát. Ne butáskodj. Thank you.
Befejezted végre? Igen. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Az ember nem azért él a földön, hogy boldog legyen, hanem hogy a kötelességét teljesítse. Forrakett kisasszony, szentül hittem, hogy az intézet valamennyi adminisztratív rendszabályát a legjobb kezekbe adom, és azt kell látnom, hogy tévedtem. Nézze, ez a levél pontatlan címzés miatt jött vissza hozzánk. A feladója Ilse von Westhagen. Tehát egy levél, amely elkerülte az ellenőrzést, és az intézetből kicsempészték. Tessék, olvassa el! Drága szüleim, ez megint egy borzalmas vasárnap. A mi édes Forrakett kisasszonyunk, a ház kopasztyúkja, harisnyát stoppoltat velünk. És ha lehet, ma még éhesebbek vagyunk, mint hétköznap. Küldjetek élelmet éhezve szerető lányotoknak. Hát ez hallatlan. Nem jutok szóhoz, főnök asszony. Nem kérdeztem semmit. Elvárom, hogy Ilse von Westhagent a legszigorúbban büntesse meg. Úgy lesz, főnök asszony. Továbbá szeretném, ha újabb izgalomnak nem volnék kitéve születésnapomig, mert nem érem meg. Ragyogjon úgy az ége szent kötésre, hogy sose férjen hozzá bánat árnya. Ámen! De jöjjön bármiféle bánat, nem éri fel a végtelen gyönyört, mit egy perc ad, ha ő ránézhetek. Csak kulcsold össze áldással kezünket. Szilaj gyönyör, szilaj veszély kísér, ragyogva vészel, mint a tűz. Nem, Westhagen, nem! Tessék, még egyszer! Ne kérem, tessék, szavalni! Ragyogjon úgy az ége szent kötésre, hogy sose érjen hozzá bánatárja. Érjen! Ámen! De jöjjön bármiféle bánat, nem éri fel a végtelen gyönyört, mit egy perc ad, ha ő ránézhetek. Csak kulcsold össze áldással kezünket, s szerelmeken tipró haláldühét nem rettegem. Elnézést von Ober kisasszony, de a főnök asszony parancsára Ilse von Westhagenre súlyos büntetést kell kiszabnom. Rágalmazó, hazug levelet írt, és ezért nem fog a darabban játszani. Nem csináltam semmit. Azonnal vetkőzz le, és tűnj el a színpadról. Kérem, tegyen velem, amit akar, Forrakett kisasszony. Nagyon kimerült, de engedje meg, hogy játszok. Kérem, nem. Könyörgök, engedje meg. Nem játszol. Kérem. Foglaljanak helyet, hölgyeim. Tessék. Tessék. Tudja, kedvesem, ahogy az én anyám nevelt engem, úgy nevelem én is a lányomat. Intézet, házasság, a kettő között semmi. Megegyezik a mi elveinkkel. Gyerek, ima, konyha. Hogyan? Hogyan kérem? Gyerek, ima, konyha. Hadlássalak! Menjetek már! Gyorsan, menjetek már! Arany, nem érjenek! Minden fel legyetek! Most már nem tudom megtanulni! Meghalok, úgy kellem! Gyere, még egyszer előről! Zordére kékszemű reggel nevet! Zordére kékszemű reggel nevet! Aranya hímez minden felleget! Aranya hímez minden felleget! Oh, sose hittem volna, hogy ilyen nehéz barátnak lenni! Hát dehogy! Na gyere már! Nem! És könyököt ne hagyd magamra! A jámbor ujjak szent kezéhez érnek.
Hívek borulnak össze tiszta csókra. Imámra hajts! Nehogy kétségbe essen. Ne mozdulj hát! Még hálát mond ez Ajk. Ne mozdulj hát még. Hálát mond ez Ajk. Szent Ajkattól megtisztul vétkes Ajka. De Ajkamon van akkor most a vétke. Ó, Ajka, édes vétke, ott ne hagyjam. Add vissza. Biztos, hogy egy napon a Királyi Színháznál fog játszani a kis Manuela. Van benne tehetség, de az öreg azt, hogy meg se érdemli, amit a gyerekek érte tesznek. Ilyen sokáig. Csak tudnám, hogy miért. Minden esetre kérés nélkül adott ma 10 kuglófra lisztet. Igaz, hogy a fazsoláról elfeledkezett. De én nem, benne van. Egyre jobban tetszel nekem. Te legalább bátor vagy. Ragyogjon úgy ez ég e szent kötésre, hogy sose férjen hozzá bánat árnya. Ámen! De jöjjön bármiféle bánat! Nem éri fel a végtelen gyönyört, mit egy perc ad, ha ő ránézhetek. Csak kulcsold össze áldással kezünket. Szilaj gyönyört! Szilaj gyönyört, szilaj veszély kísért. Régi igazság, lassan járs, tovább érsz. Az előadásnak mindjárt vége. Siessünk egy kicsit, mert aztán lemaradunk. Te mit hogy hasztottál? Az igazi puncsnak egészen más a szaga. Ez állítólag gyerekeknek való. A főnök asszony receptje. Igen, a szaga is olyan. Vigyázz! Ünnepséghez az ebédlőbe! Kisasszonynak, hogy tette? Nem tudom, de nagy szemeket nevetett. Gyere gyorsan, mert elesznek elől minden. Tolmácsolnom kell a főnök asszony köszönetét. Nagyon tetszett neki. A vendégeknek szintén. Nekem is. Önnek, von Bernburg kisasszony, mi tetszett a legjobban? Megmondjam, ki tetszett a legjobban? Ilse von Westhagen. Ilse, a fellépésed utolérhetetlen volt. Mindenki tetszett nekem, mind jók voltatok. Igen, Romeo is. Gratulálok, Romeo. Jó. Most visszamegyek vendégeinkhez. Zenét kérünk, táncoljatok. Mi baj van, Dresko? Neked nem tetszett? Ne légy ünneprontó, Alexandra. Johanna, elment a józan eszed. Miért mondod? Beleöntöd az egész rumot a puncsba. Annak ott a helye. Ha egyszer a főnök asszony megtudja. Fütyülök rá. Érezzék jól magukat a lányok, akkor is, ha a vénasszonynak van születésnapja.
igazán örömömre szolgált, és sikerült kivívnotok a mindannyiunk által tisztelt főnökasszony és illusztris vendégeinek nagy elismerését. Csak legközelebb, keményebben, feszesebben. Ezúton fejezem ki elismerésemet a kiváló színészi alakításért Romeónak és Júliának. És mindenek előtt a felülmúlhatatlan Lőrincnek. Itt a puncs. A puncs, jaj, jaj, puncs. Gyertek, gyertek gyorsan. Jaj, jaj, jaj. Csak ne tolakodja azok, hogy a híres sor kerül. Előbb a színészeket, csak aztán a többiek. Proci, de ne ilyen vadul gyerekek. Nyugodtan gyerekek! Prosit, Alexandra! Mi bajod van? Miért nézel így rám? Te boldog vagy. Igen, nagyon, nagyon boldog vagyok. Megkóstolod? Na jó, isteni, fantasztikus! Láttalak titeket. Kit? Mit és kit láttál? Téged és Bennu kisasszonyt vasárnap, amikor bevitt a szobájába. Eszkár, sajnálom, az én titkom volt. Nem árulnak el, ne félj. Hogy? Mitől kellene félnem? Ha ezt Rakett tudná. Mi jut eszedbe? Mit akarsz ezzel mondani? Semmit, Manuela. Én csak irigyellek. Ha ezt Rakett... De Rakett, de Rakett, de Rakett! Mondd Bernburg kisasszonynak, a lába nyomáig sem ér el. Proszi. Mi történt? Miért zavarsz ilyenkor? Miért nem vagy a többiekkel? Mert Manuela von Meinhardis most már teljesen részeg. Hogy? Részeg? Ez nem lehet. Ez lehetetlen. Biztos vagy benne? Nem hazudok. Manuela, ne így áll annyit. De úgy ízlik. Gyerekek, ez életem legszebb napja. Na, most bemutatom, hogyan kell Rómeót igazán játszani. Hóvar lehet neked egyébkezni. Ezüst csengő a kedves hangja éjjel, sóvárgó fülnek, álmatag zene. De Csitt, mi fénytör át az ablakon? Nap kelte az, és napja Júlia. Kelj, tündöklő nap, öld meg már a holdat. Szemével szólít, hadd feleljek én is. Ő az istennőm, szép szerelmem, von Bernburg. Miért néztek így rám? Ő tudja. Egészen pontosan tudja. És éppen úgy szeret, mint én őt. Hallgass, Manuela! Egy ruhát adott nekem. Egy selyem ruhát. Nem. Nem ruhát, nem. Egy inget. Az övé volt az ing. Hogy én hordjam és gondoljak rá. Nem. Nem mondott ilyet. De nem is kell mondani. Anélkül is tudom, hogy szeret engem. Ki adott neked inget? Von Bernburg kisasszony. Vigyázz! Én kérem, nem fél. Senkitől sem félek. A világon senkitől sem! Proszi, Proszi von Bernburg kisasszony.
Manuela! Manuela! Mit csináltok itt? Meg akartuk kérdezni, hogy van Manuela? Semmi közötök hozzá. A főnök asszony határozott parancsa, senki sem menjen be hozzá, senki sem, kivéve Johannát, aki enni ad neki. Most mars, menjetek az osztályotokba. Von Rackett kisasszony, te meg mit akarsz? Hogy érzi magát Manuela? Ahogy megérdemli. Nem szeretném, ha félreértene von Berbun kisasszony. Csak figyelmeztetem, igen, áskálódás folyik ön ellen, vagy még rosszabb. Én nem félek. Igen, persze. De ne becsülje le von Rackett kisasszonyt. Reggel óta, ahogy mondani szokás, tüzet okál. Miss Evans, tiszta a lelkiismeretem. De az nem mindig elég. Sorry. Miss Evans! Csak nem gondolja komolyan. Bocsásson meg, csüngetnek. Én ehhez csak annyit mondhatok, hogy jó hiszeműnek tartom, és hogy én nem fogok ön után követ dobni. Alexandra, tudom, féltékeny. És Rackett gyűlöli von Berbun kisasszonyt. Most félek, nagyon félek. Össze-vissza beszél. Ki mehet? Mióta ez a ház áll, ilyen hallatlan botrány nem volt a falai közt. A legelvetemültebb lány vagy, aki valaha ide felvételt nyert. Verést érdemelnél, ha nem volnál túl nagy hozzá. Nézd rám! Rám nézd! De mit tettem? Úgy viselkedtél, hogy az egyszerűen leírhatatlan. A büntetésed majd még megkapod. Tessék! Elnézést, főnök asszony. A felséges asszony látogatását jelentették be délutánra. Délutánra? A felséges asszonynak nem okozhatunk csalódást. Uralkodni fogunk magunkon, és teljes létszámban megjelenünk. Meinhardis is ott lesz! De egy gyereknek sem szabad szóba állni vele. Igen, főnök asszony. Igyekezzenek az előkészületekkel. Ő felsége mindig fontos. Igen, főnök asszony. Egyenesen állj. Igazodj. Igazodj. Lépj előre. Tehát, amikor ő felsége a hercegnő bevonul, mély meghajlással köszöntjük. Világos? Utolsó próba. Minden rendben. Őfenség a hercegnő mindjárt megérkezik. Jaj, teljesen egy szám. Igen, forrá kettős asszony. Meinhardis kivéve. Meinhardis? Hozza le. De az a gyerek beteg. Hozza le, azt mondtam. A főnök asszony parancsa. És jól jegyezzék meg, senki nem beszél Meinhardisszal. Én beszélni fogok vele. Én is. Megtiltották. Panaszt kéne tenni a hercegnőnél. Mindent megtesznek, amit a hercegnő mond. Én panaszt fogok tenni. Akkor kirúgnak. Az nem érdekel.
Bátran, büszkén, hölgyeim. Jó napot, igen tisztelt Strahovicom. Hogy van? Isten hozta, fenséges asszony. Jó napot, Konrakett kisasszony. Hogy van mindig? Köszönöm, jól, fenséges asszony. Szabad kérnem? Szabad fenségednek új angol tanárnőnket bemutatnom? Miss Evelyn Evans. Hogy van, Miss Evans? Köszönöm, jól, fenséges asszony. Mademoiselle Aubert, hogy érzi magát? Köszönöm, jól, fenséges asszony. Jó napot, von Bernburg kisasszony. Hogy érzi magát? Köszönöm, jól, fenséges asszony. Mindenki pontosan megjelent. Ez nagyon szép. A pontosság fontos az életben. Azért jöttem, hogy tisztelt főnökasszonyotoknak születésnapján gratuláljak. Nagyon megtisztelt, fenséges asszony. Nagyon sajnáltam, hogy a tegnapi ünnepi előadáson nem vehettem részt. Nyilván maradandó élményt jelentett a gyerekeknek. Boldogok voltak, és úgy viselkedtek, mint az anyjunk. Nagyszerű. Mondtad, hogy panaszt teszel nála. Meg is teszem. Valóban, mint tüneményesek. Tüneményesek. Te vagy a kis Gerstenberg. Hogy vagy? Köszönöm, jól, fenséges asszony. Nagyszerű látványt nyújt ennyi boldog gyerek. Te vagy a kis Volkswagen, ugye? No, hogy érzed magad? Jól, tudom. Az édesapja kiváló katonatiszt. Ó! Oh. Tessék, kicsim. Akarsz valamit mondani? Hát jó, gyermekeim, köszönöm. Mindig jól érzem magam nálatok. Adjö. Ja, igen, a kis Menhardiszt. A kis Menhardiszt kérem. Menhardiszt. 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 Á, te vagy a kis Menhardiszt. Nagyon jól ismertem az édesanyádat, kiváló asszony volt. Remélem, arra törekszel, hogy hozzá hasonló légy. Te nagyon sápat vagy. Csak nem beteg, főnök asszony. Nem, egyáltalán nem. Elragadó kislány. Az intézet jó hírét fogja öregdíteni. Kérem, vele különös odaadással törődjenek. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy egy meglehetősen fontos ügyről beszélgessünk. Az új állomás. Nagy szádra, szállgatsz. Hirtelen úgy megijedtem. Gyáva vagy, nagyon gyáva. Te is beszélhettél volna. Menhardiszt? Vissza a betegszobába. Senki se szól hozzá. Manuela. Manuela. Ne búsulj. Gyorsan visszajössz hozzánk. Mi van, von Bernburg kisasszonya? Mi volna vele? Menj a szobádba, Menhardiszt. Vigyázz! Pihenj! Engedetlen vagy, Kleist. Tőled nem vártam el. Nem tudom, de nagyon féltem Manuelát. Olyan furcsán hallgatag. Menhardiszt visszahíl a szereteteddel. Ez a barátság csak árt neked. Manuela biztos, hogy nem rossz. Nem, nem is mondtam, de attól még... Nem tudom neked megmagyarázni. Még túl fiatal vagy, de... De hidd el, egy nap még hálás leszel nekem. Most csak eredj el. Egy, kettő, egy... Kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő. Hát, gyerekek, mondhattok nekem, amit akartok. Egy ilyen hercegnőre gyönyörűség még ránézni is. Én szívesebben néznék egy hercegre. Hiszem, hogy bírná a gyomrod. De tudod, hogy ebben a házban nem tűnnek meg élő férfi. Csak ha részből vagy ezüstből van, azt aztán tisztíthatjátok, mint azt a fricet a halban. Na, szívesen tisztítom, tetszik nekem. Egyet mondhatok nektek, gyerekek. Von Bernburg kisasszonyt kikezdték. Ezt meg honnan veszed? A vénasszony magához rendelte. Csak arra vigyázz, hogy ne te légy a következő. Miért lennék? Mert jó vagy a lányokhoz. A távolságtartást, a nevelőke legfontosabb előírását súlyosan megsértette. Megtartom a távolságot, ahol szükséges. Menhardisztán nem volt szükséges? Iránta túlságosan nagy megértést tanúsított. Megengedhetetlenül nagy megértést. Kételkedem abban, hogy ezt meg tudja ítélni. Egyenruháknak parancsolgat. Én gyerekeket próbálok nevelni. Hogy úgy viselkedjenek, mint Menhardiszt. Megengedhetetlenül messzire ment. Az tény, hogy Manuela von Menhardiszt a lehető legegészségtelenebb módon rajong önért.
legszívesebben elküldeném, de a hercegnő miatt nem tehetem. Ám de addig is ott marad az elkülönítőben, és nem szeretném, ha ön egyetlen szót is váltana vele. Főnök asszony! Egyelőre ez minden. Sajnálom őt, főnök asszony. Igazán nagyon sajnálom. Szép, hogy ezt mondja, de nem hiszem. Köszönöm. Te vagy? Mit keresel itt? Nem volt elég, amit tegnap este mondtál? Mit akarsz? Próbáld összeszedni magad. Butaságot tettél, azt tudod? Én megpróbáltam neked, épp úgy, mint a többieknek, egy kis barátságot nyújtani. De úgy látszik, ezt valóban nem viselitek el. Meg kell kapnod a büntetésedet. Az elkülönítőben maradsz. Tudod jól, hogy miért? Ne siránkozz! Ugyanúgy el is küldhettek volna az intézetből. A főnök asszony sokat gondolkodott azon, hogy nem ez volna-e a leghelyesebb. De önt felkereshetem. Én már nem leszek itt. Elmegy innen. Jobb lesz neked. És nem látom többé. Akkor nem élek tovább. Miféle nagy szavak ezek? Ilyet gondolni sem szabad. Előtted az egész hosszú, boldog élet. Nem is tudod, hogy miket beszélsz. Most térj magadhoz! Azt hiszem, a főnök asszonynak igaza van. Téged szigorral kell kigyógyítani. Kigyógyítani? Miből? Nem szabad, hogy engem így szeress. Én a tanárnőd vagyok, semmi más. Semmi más. Nem vagyok a barátnőd, nem vagyok az anyád. Megértettél? Sajnálom, de ez az igazság. Most menj. Megyek már. Éljen boldogul, kedves von Bernburg kisasszony. Beszélt Meinhardisszal. Igen. Annak ellenére, hogy megtiltottam. Azt hiszem, a lelkiismeretemnek el tudok számolni vele. Várom a szobámba.
Manuela. Manuela, ezt én igazán nem akartam. Minden további nélkül tudomásul veszem, hogy elhagyja az intézetünket. Legalább megkímél a kínos felmondástól. De még tovább megyek. Szemrehányást teszek magamnak, hogy egyáltalán felvettem. De ez csak azért történhetett meg, mert a fenséges asszony ajánlotta. Mert én már az első találkozásunknál láttam, hogy nem közénk való. Az volt az első és utolsó alkalom, amikor egyet értettünk, főnök asszony. És miért maradt, ha szabad kérdeznem? Akkor útban a szobája felé néhány gyerekkel találkoztam, akik, mint megfélemlített egerek, szorongtak a folyosón. Arra gondoltam, ha nem tetszik is, maradok. De vesztettem, főnök asszony. Pedig nagy kedvem lett volna meggyőzni önt. Meggyőzni engem? Honnan veszi a bátorságot ehhez? Nem tudom, milyen események tették ilyen keményé. Amit keménységnek nevez, az a nevelés és a rend alapja. De nem hiszem, hogy jogunk van a gyerekekkel megfizettetni azt, ami minket ért az életben. Örülniük kellene. Ön a félelemre alapoz, és a gyerekek gyűlölik. De nekem szót fogadnak! Sajnálom önt, főnök asszony. Nagyon boldogtalan. Hallgasson! Hallgasson! Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Nem akarok rosszat. Nem akarok rosszat. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Éljen boldog úr, kedves von Bernburg. Kisasszony! Én nem tudhatom. Nem tudhatja? Odalent voltam a konyhában. Folyton pattog. Menhárdi! Elbújtattátok Menhárdit? Nem fognak, kisasszony. De tényleg, hol lehet? Meg kell keresni! Manuela! Csend legyen, lányok. Visszavarj.
Menhardis, várj! Manuela! Maradj nyugodtan! Manuela! Megígyetek el! Hagyjatok békén! Hagyjatok megölni! Hagyjatok! Hagyjatok! Meg akarok halni! Engedjetek el! Engedjetek el! Engedjetek el! Hagyjatok! Engedjetek el! Elesztétek! Manuela! Gyorsan a betegszobába. Én még soha életemben nem kértem. Kérem, maradjon nálunk. Manuela majd megtalálja a saját útját. Nekem el kell mennem. Most csak az útjában állnék.